Szebbnél szebb mintákat vartak ruhákra, terítőkre, falvédőkre a makói nyugdíjas klubok tagjai, tehát a Fég, az Újvárosi, a Belvárosi, a Gerizdesi, a Vertántelepi és a Makói Baráti Kör szépkorúi. Ezekből pénteken nyílt kiállítás a Hagymaházban kézi munkák címmel. Köszöntőt Mátó Erzsébet mondott, aki maga is foglalkozik ilyesmivel. A megjelenteket Szabó Sára és Erdély Renáta fuvolával köszöntötte. Az asszonyoknak a munkája, több éves munkájuk, és nagyon szeretnek himőzni, keresztemest varni. Hónapok vannak, mert létőszük, akkor végezzük a házi munkát, kirándulunk erre-arra, és akkor mindig elővesszük, ha van egy kis időnk. Mentő többet alkossunk, és akkor a színvilágot is összehozzuk. Minden tájegységnek megvan a jellegzetes hímzése, a színösszeállítása, a keresztemesnél például ott is a nagyon szépen a békési munkák is, a kalocsaiak is, az úri minta, a sárközi, ugye palóc minták, ugye, ami vannak itt Magyarországon, ennek a tájegységnek a mintáiból igencsak lehet megtalálni egyet-kettőt. Hát ugye van, aki zöglet és asztalterítő szeret, van, aki egy futót, van egy kisebb darabot, nagyobbat, eznek megvan a technikája, ezt hozzák az anyagot, én rányomom nekik a mintát, és ők aztán kiszínőzik közösen, és utána ők varják ki. A hímzéssel ellátott tárgyak manapság nagyon népszerűek, ám talán sokan nem is tudják, hogy valójában milyen régre nyúlik ez vissza. Elsőbb ugye indult a fehér-fekete fonállal, valátva cérnával, mondjuk itt az őseink úgy vartak, utána kezdődött az egyszínű, aztán kezdődött a színes, mindig színesednek. Például ugye a kalocsi az a több színű, az a virágoknak, virágmotívumoknak a világ, a teljessége, a matyó is ugyanaz, majdnem csak tömöttebb a minták, az még feketére, fehére, szürke vászonra, utána a békésiek, ugye végül szűrre hímöztek, bekecsre, erre, arra. Most nagyon divat, hogy mindenfele polóra, a mai fiatalok akkor hátulról a táskára, a farmen nadrágra, a farmen mellére, ugye most ez nagyon-nagyon divat. Én ennek nagyon örülök, mert én ezt nagyon csinálom már nagyon régóta, gyerekkorom óta, és ezt szeretem, ha egy kiállítás van, vagy ügynek az asszonyok, hogy ezt szerették vanni, abban szerették, választok a mintát, és akkor elvégzik otthon a munkát, és ide megy. Elhozzuk egyébben egyszer, és akkor kiállítsuk. Mások a gyönyörűségére, meg a saját gyönyörűségeinkre. A szervezők reményei szerint évente megrendeznék a kiállítást. Erre reális esély lehet, hiszen egy év kivételével mindig sor került rá az elmúlt időszakban. Nem tudtunk úgy csinálni, betegség ez az közbenyűjt, most már szeretnénk ebből rendszert csinálni. Például tavaly csináltunk egy kiállítást a régi, nagyon régi föliratos falvédőkből, ami nagyon jó sikerült, és 60 vagy 70 terítőnk volt föliratos falvédőkből. Még amit a nagyanyáink, még amit már mink is vartunk. A kiállítás április 6-ig, hétköznap 9-től 17 óráig, szombaton 9-től 13-ig látható a Hagymaházban.